Az Európai Unió kezdeményezésére 2015 óta egész Európában megrendezik a rendszeres mozgást népszerűsítő Európai Sporthetet. Ezúttal szeptember 23-a és 30-a között várják a sportoláshoz kedvet érzőket. Az idei kampány hívószavai a befogadás, a jóllét és az összetartozás. A cél pedig nem csak az, hogy néhány napon át minél többen mozogjanak a programokon, hanem az is, hogy az év további részében is aktívak maradjanak a testmozgást, esetleg csak most elkezdők. A sporthét eseményeihez idén is csatlakozik Székesfehérvár. 100 helyszínen 100% sporttal várjuk az érdeklődőket, mindegyik eseményünk díjmentes. Köszönhető ez Székesfehérvár megyei jugváros önkormányzatának, mert egész évben, tehát nálunk nem csak egy hétig, vagy 8 napig tart egy ilyen Európai Sporthét, vagy akár egy kihívás napja, hogy egy napig, hanem Székesfehérváron minden nap lehet sportolni, több helyszínen is az önkormányzat támogatásával és szervezésében a nyitott tornatermeket ajánljuk elsősorban minden érdeklődőnek. A programok sorában egy kiegészítő rendezvény is helyet kap. Szeptember 24-én, kedden egy kiemelt rendezvény, ez a Halesz-ligetben a székesfehérvári őszi futáspróba, a 1000 méteres rekordtáron, tehát a futókörön. Mindenki jöhet, 17 órától várjuk oda az érdeklődőket. A Honvéd Szondi György Sportegyesület tömegsport szakosztályának atlétikai szakág vezetői fogják várni őket ott, és szakmai segítséggel mindenki felmérheti, mondjuk 5 perc, 10 perc, 15 perc alatt, vagy akár hosszabb idő alatt, hogy mennyi távolság, tehát hány méter tud lefutni, és tanácsokat is adnak. A sporthét eseményeihez tehát idén is széles palettát kínálva csatlakozik Székesfehérvár, a nyitott tornatermekben, de emellett a kijelölt Nordic Walking sétányokon, valamint a székesfehérvári futókörének pályáin is. Így a Halesz-ligetben, az Alsóvárosi Rét sétányain és a Palotavárosi tavaknál lévő futópályán szakmai vezetők irányításával díjmentes foglalkozások keretében várják a résztvevőket. A részletes programokról a képernyőn látható elérhetőségen tájékozódhatnak nézőink.